Istennek, most pedig megnézzünk egy részletet a Legyek a lábnyom című előadásból. Azért jöttem a világba, hogy ítéletet tartsak, hogy akik nem látnak, azok lássanak, és akik látnak, azok vakok legyenek. Tiszta fény! Azért jöttem a világba, hogy ítéletet tartsak, hogy akik nem látnak, azok lássanak, és akik látnak, azok vakok legyenek. Senki sem voltam. Legyek a fogdalat, legyél a lámpa, legyek a gyertya, legyél a lángja, legyek az alvó, legyél az álunk, legyek a láb és legyél a lányom, legyél a fogdalat, legyek a lámpa, legyél a gyertya, legyek a lángja, legyél az alvó, legyek az álom, legyél a láb és legyek a lángja. Az előbbi részlet a Legyek lábnyom című előadásból volt látható. Ez egy érzékenyítő koncertszínház, hogyha jól értelmezem, de vendégeink erről sokkal többet tudnak mondani. Szeretettel köszöntjük Érsek Csanádi Gyöngyvért, az Arany Szamár Színház vezetőjét, és Geszti Eszter zenészt, a Szarkalábban Lába, szervusz. Én is nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, de Gyöngyi. Bocsánat. Igen. Ahogy szeretni, Gyöngyi. Mesélj egy picit erről az előadásról. Szerintem lehet, hogy keveseknek ismerős ez a kategória, hogy érzékenyítő koncertszínház. Nagyon hosszas munkával, körülbelül egy év volt talán a próbaidőszak, amíg összeállt ez a kisgyermek, ez az előadás. Azt gondolom, hogy egy műfajteremtő, mert nem annyira jellemző ez, hogy koncertszínház, mint ilyen. És hát attól különleges még ez a produkció, hogy az előadásban játszók többsége vak. Én régóta foglalkoztam ezzel a kérdéssel, hogy vakság és valamiféle hátrányossággal élők, mint olyanok a társadalomban. Van személyes érintettségem is, és hospitáltam is, tehát a főiskolai tanulmányaim során a vakok iskolájába is megfordultam több ízben. És miután az Arany Szamár Színház és a Szarkaláb Banda közös produkciója ez, az Arany Szamár Színháznak meg én vagyok a vezetője, mi nagyon régóta gondolkodunk azon, hogy nagyobbaknak és egy izgalmas, nem annyira jellemző témával rukkoljunk elő, és ez volt ez az előadás, ami azt gondolom, hogy a maga nemében egy áttörés, mert olyan témát feszeget, ami szerintem kérdés jelenlegi társadalmunkban. Mindenféle másság elfogadása, mint olyan kérdés és probléma. Rögtön az volt az érzése az embernek, hogy egy elképesztő mögöttes tartalom van e mögött, és egy kicsikét arra szeretnétek felhívni a figyelmet, ami a mai világban veszendőben van. Eszter, milyen témákat dolgoztok fel az előadások során? Én elsősorban azt tudom erről elmondani, hogy ebben a produkcióban az világlik ki leginkább, hogy mindenki más. Tehát nem mi is mások vagyunk, meg ők is mások, hanem mindenki egyénenként más. Más problémái vannak, más élettörténete van. Itt benyomásokról van szó ebben a darabban, tehát itt nem kifejezetten happy end, vagy ilyen-olyan a vége, hanem egy kicsit mindenki benne van ebben a produkcióban. Mindenkinek egy kicsit önvallomás? Igen, igen, igen. Így tudnám én is megfogalmazni. Igen, tehát... Hogy úgy is lett kitalálva, hogy a tematika az úgy épüljön fel, hogy ugye az adott versek és zeneszámok és szövegek, és a benne játszók személyes gondolatai is megfogalmazódjanak és megjelenjenek a színpadon. Milyen a reakció a közönség részéről? Hogy veszitek észre? Eszti? Én döbbenetet érzek, csodálkozást érzek, és talán egy picit felszabadultabb
lehet az, aki ezt megnézi. De talán ez megint csak egyénekre kell bontanom, mert ha valaki egy kicsit nehezebb lelkiállapotban van, akkor is másképp éli meg az egészet, és ha valaki éppen egy jobb időszakában jön el és nézi meg, akkor is másképp éli meg az egészet. Tehát ebben még az is benne van, aki nézi ezt a produkciót. Mondhatjuk azt, hogy ez az embert, hogyha ide ellátogat, kiragadja a mókuskerékbe. Tehát én folyamatosan azt érzem, hogy ennek képesnek kell lennie az embert egy kicsikét egyfajta verbális pofonnal felébreszteni, hogy mik a fontos dolgok. Miután ilyen mély témákat feszegettek, hány éves kortól ajánlanátok, vagy egyáltalán hány éves kortól látogathatóak az előadások? Hát én azt gondolom, hogy így az elfogadásnak nincs felső meg alsó határa, de mégis azért valamelyest az alsó határt úgy nagyjából be kell lőni, vagy meg kell szabni. Én azt gondolom, hogy mondjuk egy 7 éves kortól ez tökéletesen élvezhető és nézhető ez az előadás, és hát arról nem beszélve, hogy olyan összművészeti elemek találhatók benne, és olyan színházi elemek, tehát ők báboznak, táncolnak, énekelnek, pantomimeznek a színpadon, ami amúgy egy kisebb gyereket is leköt, és hát nagyon-nagyon látványosak ezek a díszletek, ezek a kiegészítő elemek. Én azt gondolom, hogy az is, tehát maga a látvány is elviszi a gyereknézőt. Nagyon szépen köszönjük, hogy a vendégünk volt. Gyöngy és Eszter, nagyon köszönjük, hogy itt voltatok. További nagyon sok sikert hozzá. Köszönjük.